Hellóztok, sziasztok, üdvözlök mindenkit! A mai videóban a Love Moving Simulatorral fogunk játszani. Uramisten, vágjunk is bele. Én már itt elintéztem már az options, meg mindent beállítottam, úgyhogy nézzük, mit lehet csinálni. Lehet Create New Career, ugye lehet új karriert nyitni. Van ilyen Challenge mód, arra is ránézhetünk majd. Meg van ilyen szabad kóborlás, vagy nem tudom, valami ilyesmi hasonló. Mindegy, kezdjünk egy karriert. Játszunk tutoriálokkal, hát muszáj lesz. Igen. Ugye bemutatja azt, hogy hogy kell füvet nyírni. Oké. Okay. Company name. Jaj, nem már. Meg kell adni, hogy mi legyen a company-nek a neve. Jaj, nem már. Ja, írni kell már. Mit tudom én. Jó, ez lesz akkor. Ki kell választani a logót. Az hogy lehet? Company logo. Igen. Jó, lesz ez a levél. És edit player. Így van. Player neve. Hát egyértelmű. Ja. Igen. Nézzük meg az avatárunkat. Hát lehet. Itt vannak itt dolgok. Úristen. Most hirtelen azt se tudom, mit legyünk ezzel. Sapkának a színe. Legyen citromsárga. Úgy. Hát ki van nyitva? Confirm. Úgy. Logo placement. Frontra meg a backre is lehet. Jézusom. Jó van, még meg kell szoknom a... A beállításokat, mi ez? Ja, igen. Lehet csak a frontra, front back, a backre, meg nincs logó. Jó, akkor legyen a frontra is, meg a, tehát az elejére, meg akkor legyen a hátuljára. Uniform color. A primary color az sárga, nem. Fekete. És akkor a secondary lesz a sárga. Igen. Jó. Confirm. 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 Mi ez? Biztos, hogy boldog vagy ezzel a company felállással? Hát persze. Ó, ki tudom választani a most a dolgok, a fűnyírót. Igen. Meg elvileg be is lehet gyűjteni majd. Mhm. Jó. Wow, itt... Huha. Itt most az az igazság, hogy... legyen ez a klasszikus, ez a... Stiga nevű. Ja, és akkor ezt test drive-olnom kell. Igen. Jézusom. Ja, és igen, elvileg ennek vannak ilyen... DLC. Úristen! Jaj, de hangos ez a játék. Jézusom. Jó, talán így jó lesz. Akkor max kicsit hangosabban beszélek majd. Elfejtettem, hogy az Enterrel kell jobbá hagyni. Aha, úristen. Várjátok, itt az egérérzékenységgel már most lesznek gondok. Várjátok. Hát eléggé, a motion blurt azt már most mindjárt hány ingert kapok tőle. Hát igen, itt a játékkal lesznek. Jó, hagyjuk, szálljunk be. F-fel. Vehicle startup. Rá kell vinnünk. A fűre, oké. Okay. Z-vel kell elindítanom az engine-t. Ja, most akkor fordított esetben az Y lesz. Annyira imád, amikor fel van cserélve. Jó, hosszan kell nyomni. De várjál, és akkor Z-vel is? Nem. Akkor az Y-nak kell, oké. Okay. Jó, igen, hogyha magyar billentyűzetet van, azt a rottet. Akkor ez a játék még mindig nem viszi be. Na, tehát hogyha... Tehát, hogyha magyar billentyűzetet van és angol kiosztású játékkal játszasz, akkor a Z az mindig Y lesz. Vagy fordítva. Használjam az I-t és a T-t, hogy... Nyomom az I-t. De megindult ez a fűnyíró, te jó isten. Rá kell vinnünk a fűre. Let's go! Azt a rohadt élet, megindult! Várjatok. Használjam az E-t és a C-t, hogy megváltoztassam a vágásnak a magasságát.
És akkor most már készen állunk a lenyírásra. Az ismételte az Y-nal, hogy be tudjam indítani a vágó dolgokat. Igen. Már most neki látunk. Várjatok. Valami van. Na, nem engedelmeskedik nagyon az egér, na mindegy, nyomjuk. És ezzel mit kell lenyírni? Hát olyan tiszta, basszus. Hát hogyha az én izé udvaromban ilyen izé fű lenne, akkor azt hiszem nem kéne aggódni. Ezt kell lenyírni? Hát basszus, ez csak izé. Egy milliméter. Mi? Várjál, valami warning van. Nem tudok olvasni. Jó, hát közben nyírjam a füvet, meg olvassak is, hát. Jó van. Hát gyűjtjük. Gyűjtjük a füvet, kenjük neki. Rossz magasságban nyírok? Hát jó, valamiért nem működik ez az opció. Látjátok, azt hiszem C-vel lehet lejjebb venni a nyírást. Aha. Jó. Még mindig rossz magasságban? Jó, akkor megyünk még lejjebb. Aha, ja most, igen, most kezdte el számolni, oké. Lenyírjuk. De van itt belső nézet? Akkor ez a kamera még kicsit... Meg kell szokni, te jó Isten! Hát ez nagyon izgalmas. Aszta! Álljunk meg egy percre. De jó, kikapcsoltam a motion blur-t, aztán most még kevesebb FPS-em van, hát ez hihetetlen. Várjátok már, mi a szar van? Hát itt sincs a több FPS-em, te jó Isten. Hol van ennek a normális izéje? Beállítása, na mindegy. Na eddig megvan a 3%-a ennek a dolognak. Nyomjuk neki. Le fogjuk nyírni az egészet. Benyírom ezeket a nagyobb bokrokat. Opa, elakadtam. De kenem neki. Na, így jó lesz már, és akkor... Csak arra nem jöttem rá még, hogy ProViev holding, tehát hogyha hosszan nyomod a kontrollt, akkor Pro nézetbe is tudod nyomni. Ó! Kicsit furcsa, de jó. Érdekes. Jó van, hát még itt lenyírjuk ezeket a dolgokat. Hát basszus, ilyen kicsi cuccal, ezt egy évig nyírhatnám. Na mindegy. Isten, már most érzem, hogy ez nem az én játékom, de mindegy, nem érdekes. Hoppá! Mi történt? Nem tudtam elolvasni. Na mindegy. Valami túltöltést olvastam, de nem láttam nagyon, hogy mi volt odaírva. Jó, gyorsan nyírom a füvet? Az volt a baja, mert nem láttam amúgy. Mert bepirosodik mindig ilyen 10-nél a sebesség amúgy. Ott van. You are overloading your engine. Az mit jelent? Túltöltöm a motor. Hát ezt honnan tudhatnám? Egyszer csak egy kis részt nyírhatok le, ne csináljátok már. Ezt még meddig kell csinálnom? Azt mondtátok, hogy egy Q-val ki lehet szállni, de nem lehet. Na mindegy.
Azért még körbe akartam volna itt nézni, de jó, van, akkor megírjuk a füvet. De hogy kikapcsolni a motort, mert azt elfelejtettem bár. Na, akkor is zörög itt még a sárhányó, várjátok már. Jó, ott van. Ó, most látom a vágásnak a magasságát. Ohó, értem. Várjátok be. Ja, evel. Evel, de akkor... 10 méteresre, 9 méteresre hagyjuk meg a füvet. 9 centisre, bocsánat. Tehát wrong size, basszus, hát... Ez mit jelent? De mit jelent, bakker? Hát... Mibe kell lenyírni? De... Nem nagyon vágom itt a dolgokat amúgy. Nem vagyok valami nagy fűnyíró. De mit jelent az a piros, hogy nem jó a meló? Vagy most mi van? Hogy kell leszállni? Á, nagyszerű. De jó Isten. Nézzünk körbe. Ennyi fűnyírás bőven elég volt, most nézzünk körbe. Valamiért nekem ilyen farming szimulátoros benyomásom van amúgy. El tudom képzelni, hogy ez egy... Ez nem tudom milyen autó, de ez biztos, hogy ez egy Ford, de ezt már most... Szóval most rávágom. Keep out. Oké, okay. Tart csak kívül. Tehát akkor shift-tel lehet futni. Oké. Okay. Kicsit körbenézünk. Hú, de szépen lenyírtam már a gyepet azért, na. Föl tudtam venni a füvet, ez mit jelent? Föl tudom venni a füvet valaki. Ez mit jelent? Ugrani a játékban nem lehet, úgyhogy... Ja, menjek vissza, jó. De miért tudtam felvenni a füvet? Ez kicsit... Ó, hogy itt hagytam ezeket a fűgenyókat. Aha. Tehát ugye, amit ugye lenyírtam, az itt maradtam úgy. Ilyen kis foltokban. Értem. Jó van. Információ, get on vehicle, recover. Be akarok szállni. Igen. Elindult az engine. Engine. Jó, már kezdem nagyjából a dolgokat megszokni. Let's go! Nem tudom, mi van amúgy. Itt nekem folyamatosan kiabál a játék. Nem tudom, miről van amúgy szó. Eléggé lassan lesz meg a lenyírása amúgy. Jó munka. Na, szép munka.
Ja, tehát készen vagyunk a feladattal, el kellett élni csak a 20%-át. Oké. Okay. Leave location. Jó. Azt a többi füvet meg itt hagyjuk. Hát de haló. Hát de miért? Na mindegy. Na, föl kell mennünk az utánfutóra, és akkor jó lesz már. Ja, gondolom ki kéne kapcsolni a cuccmákot. Várjatok, melyik gombok voltak? Igen. És akkor már csak mennünk kell vele. Jó. Amúgy csak most vettem észre. Reverse the vehicle towards. Ja. Be kell rakni. Hold F fel, bele lehet. Ó. Á, de már nem tudtam megnézni. Várja, még lehet? Nem. Jó, akkor menjünk fel az utánfutóra akkor. Le kell állítani a motort. Várjátok, de először a... Így. Leállítani a motort Y-nal. És akkor kiszállunk. És akkor ide kell mennünk az autóhoz. Leave location. Ennyi. Purchase vehicle. Igen, miután megcsináltam a tesztvezetést, utána meg tudom vásárolni már a járművet. És akkor ki lehet próbálni a többi járművön is ezeket a test drive-okat, és utána majd meg lehet őket venni. Hát jó van. És ez úristen, de drága. Tehát 851 font. Nem. Nekem van 850. Jó, mindegy, megvettem. Ó, meg ilyen botkaszát is tudok venni. Ó, hoho. Ezt megvesszük. Ja, igen, tehát, aha, értem. Rendben. Válassza ki egy emberkét, tehát az ügyfelünket válasszuk ki. Mindig elfelejtem, hogy a kontakt az ezt jelenti. Hát jó, mondjuk válasszuk ki őt. Igen. És akkor employ. Én leszek. Úrst. Várjátok már. Ekment, ott van. Confirm contract, és akkor kezdhetjük. Uramisten. Hát nem hittem volna, hogy a tutorial az ennyi időt el fog venni. Na mindegy, ezt még megcsaljuk, és akkor ennyi. Front garden. Old Nook Cottage. De ez valami kisebb házikó. Értem. 99%-ban szükség van fűnyírásra, 5 és 6 cm között. Oké. Okay. És nagyjából 4 perc alatt végeznünk kell. De a max, amennyit itt tölthetünk, az 26 perc. De jó Isten, ezek külön videót kitesz. Na mindegy. Na mindegy, akkor megcsináljuk. Oké. Okay. Megérkeztünk. Úristen. Hát nem tudom majd mire lesz szükség, de akkor kezdjük ezzel a String Timmerrel. Ott kenjen. Hosszorod! Úgy néz ki, mint valami izé. Ilyen fém detektor. Jó, kezdjük el a cuttingot. Ja, hosszan kell nyomni. Aha. De kenem neki. Na, ezt már szeretem. Na, ez tetszik. Ez jó. Hát végig kenjük neki. Nyomjuk neki. Csak kár, hogy nem lett belőle semmit sem. Ó. Motor overloaded. Mert túl van töltve. Ja, tehát nem lehet ráncigálni. Jó, értem. Ja, nem lehet ráncigálni, mert akkor könnyedén megsérülhet. Ja, de majd szerintem majd a izé kell. Jó, akkor... Úristen, belement a számba a fű. Akkor majd izé. Kell nekünk, ez a... Majd ő. Biztos, hogy ő kell nekünk, úgyhogy visszatesszük addig. Szálljunk be. Indítsuk el. Indíts már el, úristen, de lassan indítja el. És 6 cm között kell levágni.
Jó, akkor 5 cm-rel vágjuk le. És akkor Y-nak kenjük neki. Jó, mehet. Na, itt már kicsikét jobban megy a helyzet. Hát lekenem a füvedet, öreg. Ennyi. A bokorba is bemegyek, érted? Meg kell csinálnom ezt, ezt 4 perc alatt meg lehet csinálni. Ne csináljátok már velem. Ez tuti egy hazugság. Nem lehet annyi idő alatt ezt megcsinálni. Nem ezt akartam. Ide is, ezt is kinyírjuk itt, vagy lenyírjuk, kinyírjuk! Ezt is lenyírjuk itt akkor. Úgy, megyünk tovább. Nem tudom, hogy azokat is le kell lenyírni, nem mindegy. Eléggé durva meló amúgy. De csak azért, mert ennyi időbe telik, amúgy nem lenne, hogyha bittén ide ilyen 9 méter széles izékkel, fűnyírókkal jönnénk ide, akkor nem lenne nehéz. De mondja azt, hogy mondjam, hogy nem is rossz. Csak ennél nagyobb kertet ne kelljen lenyírnom. Uramisten, már közel 4 percen nyírom a füvet. Hát akkor elvileg most kéne véget vetni ennek. Na mindegy. De elvileg max 26 perc alatt kéne lenyírnunk, de hát azt szerintem az lehetetlen. De vagy esküljen, nagyon chilles amúgy ez a fűnyírás. Annyira megnyugtató ez a fűnyírás amúgy. Na amúgy tök jó is amúgy ez a... Ez az ilyen lazító amúgy, frankón. Már nem kell, sok pár a fele megvan, úgyhogy... Te megyünk erre, mert... Úgy, legyírjuk a izét is. Itt a dolgokat. Ja, közben meg valamikor meg fog telni a izé is, nem? Ez a fűnyíró cucc amúgy, nem? Na mondjuk ennyitől már rég meg kellett volna telni, na mindegy, nem érdekes. Na már a 60%-nál, úristen, valami belefüttyentett a fülembe. Aztán még jövünk ilyen kaszálós genyóval is majd, és akkor leszedjük. Ami még megmaradt, ugye. Majd visszafordulunk. Ezt a környéket én itt már itt lenyírom, hogy ne kelljen erre jönni, már csak megfordulni kelljen. Ja, mondjuk tök mindegy, mert úgyis jönni fogok a izével még. A fűnyíró kisgéppel, úgyhogy... Ja, mindegy, akkor ezt a részt lenyírjuk izével. Majd az a kis izék a szagéppel. Amúgy nem tudom, hátrafele is le lehet nyírni a füvet amúgy.
Jaj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 
Legyértem a kertben a virágokat véletlenül, elnézést. Nem akartam. Csak nem látom, hogy ez most fű vagy virág. Nem. Ha mindjárt készen vagyok, már 75%-nál járunk. Mert mondjuk mindig a vége a legnehezebb, mert az az 1%-ot megkeresni azért elég nehéz. Na mindegy, letesszük a gépet, azt utána nyírom tovább amúgy. Kézzel csak meg kéne várni. Nagyon jó. Nem kell sok. Ja, tényleg meg még ott van az a vége, azt nem is láttam. Azt is lenyírjuk. És ezzel megvan a 90%, ugye? Utána meg nyövünk izével, kaszával, azt lenyírjuk a többit. Na, itt azt végeztünk. Fölgurítjuk a platóra, aztán már jó lesz. Hogy? Nagyon jó. Elővesszük ezt a F-e. Aztán spritbe legyírjuk, ahol még itt látok. Itt mindvégig a széle, ugye, mert ide nem jöttem be traktorral, mert kicsit nem lett volna jó. Ó, itt nagyon kenjük neki. Itt még maradt egy kicsi. Akkor itt van az a 90%. Meg lesz ez. Jó lesz ez. Jaj, még hol lehet füvet nyírni? Hát igen, itt a széle, mert ide traktorra nagyon nem lehet bejönni, ugye? Hú, itt egy elég nagy csík megmaradt. Na, itt még vannak dolgok.
Úgy nagyon vigyázzunk kell, nem szabad a virágokat itt lenyírni. Nem tudom, hogy ez is szá... Ó, számít hát. Ó. Hoppá! Jaj, jaj, csak véletlen volt. Hoppá. Véletlen volt, elnézést. Még kezdő vagyok ebbe a melóba, úgyhogy nem vágom nagyon itt a dolgokat. Nem tudom, hogy még hol lehet füvet nyírni, az a gond. Hát lenyírom, hát lenyírtam nektek itt a kertet, hát most mi van? Le van nyírva. Hát jó, itt még van egy kis kicsi, ezt le lehet nyírni, persze, csak hát így... Itt most itt ebbe te mit akartok lenyírni? Hát már kész van. Ó, itt még van egy kis kicsi. Most komoly, ezek a csíkok is itt még, jaj, nem áll. Hát lenyírok pár növényt, a bocsi, de hát ott is fű van. Na, hol vannak még itt füvek? Mert nagyon nem látom már, mert az a gond, hogy nagyon egybe folynak már, de tényleg. Valami színvakmód kéne, hogy így nem tudom, a nagyobb füveket jobban meg lehessen látni. Ó, itt még vannak. Miért jó, hogy felveszem a füvet? Most így... Amúgy arra még nagyon nem jöttem rá. Most komoly, még ezeket a kis fűszálakat is? Hát nem hiszem el már. És akkor jól látom, 8 percem van megcsárjál, de ezzel még itt mit vágok le? Hát megvan, kész van. Nem tudom, ezzel még mit kell levágni, mert most így körbenézek, de ezzel már nem lehet nagyon mit vágni amúgy. Hát le van nyírva. Ó, itt még vannak. Ó, itt még volt egy kicsi. Ezt tényleg meg kell kenni neki. De most akkor olyan, hát legyírtam az egészet, hát most mi van? Meg ide, itt még, itt is kell nyírni. Ez itt csatorna. Szétnyírom, nem lehet. Itt is lenyírom ám a dolgokat. Nem lehet. Ó, micsoda verda, azt adott. Na de most komolyan, itt meg már mit nyírjak? Tehát tényleg készen vagyok, hát. Le van nyírva. Nem hiszem el. Egy motoros volt az előbb. Hát basszus, már itt nyírom a füvet, már nem is tudom, mióta, aztán így... Ó, itt még vannak.
Megint belefutottam itt egy nagyobb részbe. Hát akkor sem lehet ezen már mit nyírni, hát hogyha szétcibálom az egeret, se lehet itt már mit nyírni, hát le van nyírva. Bakker, 98%-et ezen már én mit nyírjak? Hát le van nyírva. De tényleg, hát nézzétek meg. Ma alig visz belőle valamit, annyira le van nyírva. Na, de most lehet látni, most frankón. Megváltozott a napállás, aztán már is lehet látni már itt, hogy mit kell még lenyírni. Vagy amúgy lehet az is elég, hogy csak így izé. Lejár az idő, és akkor mit tudom én, megmondják, hogy ügyes voltál, vagy mit tudom én. Hogy ennyit le tudtál belőle nyírni, amúgy nem tudom ám. Lenyesem nektek az összes virágot, hogyha most nem mondjátok meg, hogy kész vagyok. Amúgy tényleg készen vagyok, tehát le van nyírva, nincs itt semmi probléma már. Nem tudom itt a szélén mit lehet még lenyírni, vagy nem tudom, hogy hol lehet a probléma, mert... Hát le van nyírva. Nem csak mindig meglátok ilyen random csíkokat itt a izébe a fűbe amúgy, hogy azok még nincsenek lenyírva, de hát... Most ahogy nézem, ez már le van nyírva. Ó. Ó, itt még vannak. Most látom csak meg. Öcsém, legyek már készen, hát ne vizzem el. Jézusom, még tehenet is hallottam. Hol vagyunk, valami farmon? Hogy itt még a szélén voltak dolgok. Itt még itt lehet nyírni. Valamennyit. Na de én amúgy személy szerint készen vagyok. Tehát itt nem tudom, hogy ezen még itt mit lehet nyírni. Én nem tudom. Figyeljetek, én leszpeedrunolom az egészet, se tudok már többet lenyírni belőle. Hát kész vagyunk. Mindig az az utolsó 1%. Tehát így mondom, hogy 98 után már én így bátában meg szoktam bolondulni, hogy mit nem lehet itt lenyírni. Vagy hát inkább azt mondom, hogy inkább mit kellene lenyírni. Nem hiszem, hogy ilyen csíkokon csúszunk el, komolyan. Még voltak kisebb dolgok itt. De frankó, nem hazudok nektek srácokat, le van nyírva már a fő, hát mit akarnak már? Nem hiszem el. Amúgy komolyan mondom, ahogy tényleg egy idő után már kezd... Komolyan 1% hiányzik. És ilyenkor szoktam általában már tényleg megőrülni amúgy, hogy hol van az az 1%? Most mit nem veszek észre vagy nem tudom. Komolyan mondom, itt a szélétől bolondulok meg, amit nem lehet látni. Jaj, úristen, megvan! Ezt nem hiszem el.
Cut incomplete. Oh, Istenem, nem hiszem el, már azt hittem, hogy... De hát basszus, még hiányzott belőle 1%. Na mindegy, nem érdekes, valamiért complete. Jaj. El kell hagyni a házat, rendben. Istenem. Várjál, innen is be tudom dobni? Nem. Muszáj átmennem. Hát bakke, nem hittem volna, hogy sikerülni fog. Hú, ez egy épp elég volt, a jó Isten. Ott van. Kész van, egyétek meg. Bár néhány helyen a virágot is elvittem, de hát azt csak a kialakításnak köszönhetem. Én szerintem nagyon jó munkát végeztem, nem is csinálhattam volna meg ezt jobban amúgy. Hát srácok, ennyi lett volna a Love Morning Simulator. Hát remélem tetszett nektek, igaz elég hosszúra sikeredett. De ezt lehet, hogy inkább premierként fogom levetíteni, és akkor nem lesz probléma, hogy olyan hosszú. Írjátok meg a véleményeteket kommentbe, hogy legyen-e folytatás, vagy inkább live-oljam, vagy mit csináljak vele, vagy inkább egyáltalán legyen róla a következő videó. Én személy szerint amúgy nekem nagyon tetszik ez a játék, tehát én konkrétan egy ilyen kikapcsolódás ez egész, hogy így füvet nyílsz le. Csak mondom, nekem ezzel amikor 100%-ra kell teljesíteni, akkor ez az ilyen jó, 98%-on vagyok, de még hol van az a 2%, és érted? Te már megőrülsz ott a gép előtt, hogy hol van az a 2%, az egyszer csak beadja egy 20 perc után, te meg így érted? Na mindegy, kicsit hasonlít a Farming Simulatorra amúgy, ha engem kérdeztek, csak itt most nem aratni kell a gabonát, meg ilyesmi, hanem most füvet kell nyírni. Hát srácok, akkor ennyi lett volna ez a videó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Találkozunk egy következő videóban, egy következő napon. Na, szevasztok!